társamadások! Csodálom! A Bolya iskolából jöttünk el hozzátok, és egy nagyon régi, szép népszokást mutatunk be ma nektek, a gergelyjárás. Régen, március 12-én Gergely napján volt az iskolások ünnepe. Ilyenkor a tanulók jelmezesen vonultak fel. Egy ügyes fiú a Gergely pápát személyesítette meg, mögötte haladtak a püspökök és a katonák. Adományokat gyűjtöttek a tanítójuknak. Az iskoláskorba lépő gyerekeket pedig arra buzdították, hogy lássanak ők is a tanuláshoz. Ezzel a műsorral mi is iskolába szeretnénk benneteket csalogatni. Fogadjátok szeretettel műsorunkat! Meg ne ijedjenek, itt egy kompánia, semmit se féljenek, vagy gyermeket, vagy pénzt nekik készítsenek. Szabad-e bejönni a gergelyjáróknak? Szabad! Szent Gergely doktornak, híres tanítóknak, az ő napján, régi szokás szerint, menjünk Isten szerint iskolába, lámat madarak is, hogy szaporodja. Seregemmel idejöttem nem egyébért, hanem annak száma szaporításáért. Szaporítsátok hát kedves fiatokkal, adjátok közünkbe szép ajándékokkal. Másik felére állj! Őszhajam szakállam mutat 100 esztendőt, pedig magam alig értem 12-t. Jártam óperenciában, a hétfejű sárkány nagy birodalmában. Majdnem elkopott a lábam a nagy járkálásban. Csúnya az a szoba, mely nincs kimeszelve, csúnya az a fiú, ki nincs kiművelve. Csapj fel tehát hozzám, pajtás kisdiáknak, benned öröme lesz apádnak, anyádnak. Adjatok gyerekkét, omnet ignus reverendum lause, hadd tanuljon könyvecskét, totus capus semis verum forum domine. Gyere ide, fiacskám, mondd el az ABC-t. A, A, B, C. Csak ettől féltem, rettegtem, nagyságot elejébe lépni alig mertem. Aki nem tanul, üres a feje, mint a kis dob belseje. Aki rosszul nevelkedik, mint a dobot, ütik, verik. Iskolába a gyöngyélet, oda el szép zászló vezet. Aki nem jön velünk, megbánja, de majd később. Hallod-e te, Pista? Hallgass a szavamra. Fogd a könyvedet, s tedd a tanisznyádba. Itt lesz sok jó helyed, tanulsz becsületet. Majd meglásd, jó apád és jó anyád szeret. De jó is lesz ide járni, mennyi öröm várik rám. Sok-sok zene, nóta, játék, napsugar a szép világ. Adjatok leányát, omnet ignum reverendum lause, adj a bölje iskolát, totus capus semis verum forum domine. Majd úgy fogunk táncolni, mint a tornás rúgjai. Majd úgy fogunk táncolni, mint a tornás rúgjai. Kik jól laktak, Zuzán?
Fülöp, Borda, Diós, Mákos mind jöhet. Itt a zsákunk, töltsétek meg, ne legyen félelmetek. Én vagyok a nyásas, a nyásat feltartó. Ha nem adnak szalonnát, kifúrom a gerendát. Ekkor sarat én is elhordoznám, akármi nagy bajjal, csak jó rakják meg hússal és tojással. Fogadják szeretettel adományunkat, reméljük tetszeni fog. Köszönjük százszor meg ezerszer ajándéktól, áldja meg az Isten, szívünkből kívánjuk szép házatok. Dicséret, dicsőség, adassék Istennek, csendesség, békesség legyen a táborához, sokan jöttök majd szeptemberben a Bolya iskolába. De előtte is szeretettel várunk benneteket, jövő héten az anyukátokat nyílt órákra, két hét múlva pedig délutáni foglalkozásra benneteket. Hogy el ne feledkezzetek róla, hoztunk egy kis ajándékot nektünk, nektek, minden kisgyerek, kap majd egy ilyen kis macikát, benne egy emlékeztető kis levélkét, hogy mikor jöhettek el az iskolába. Mivel nagyon sokan vagytok, és nehéz lenne most kiosztani nektek, megkérem az óvónéniket, hogy minden kisgyereknek majd adjon egyet. Fogadjátok szeretettel! A Bolyai iskola minden év márciusában műsorra járja az óvodákat, hogy a ballagó gyermekeket intézményükbe csalogassa. Ebben az évben éppen egy iskolába toborzó hagyománnyal készültek, vagyis a gergelyjárással. Nagyon ügyelünk arra, hogy látványos legyen, legyen benne zene, jó kis ritmusú versike, ez már megteremti a hangulatot, és az óvodások is élvezik, úgy gondolom. De jó is lesz ide járni, mennyi öröm válik rám. Sok-sok zene, nóta, játék, napsugara, szép világ. Adja sok leányát, fog ne zikló nevelem, tudra hozzá, adja körre iskolát, ott utcákon semmit vérünk, forrunk, dominát. Az énekes táncos mese hamar magával ragadta az óvodásokat. Nagyon jó volt viszont látni a régi csoporttársakat. Mindannyian nagyon tetszett. Nagyon tetszettek a szereplők, a jelmezek, és én úgy gondolom, hogy nagyon jó volt még a hangnem is. Hát a jelmezek, a szereplők és a énekek. A jelmezek, meg az ének. Nagyon tetszett minden, a zene, a jelmez, minden, amit csináltak a iskolások, és remélem, hogy egyszer én is oda fogok járni, ahova ők. Nagyon szép volt, amit a Bolya, nem tudom kimondani, amiket csináltak az iskolások, és nekem nagyon tetszett a
mese. Nekem tetszettek a jelmezek, a dob, meg a ének. Nekem minden az ének, a dob, meg az is tetszett, amikor mindenki énekelt. Nekem nagyon tetszett, hogy ilyen játékokat játszottak, és nagyon szépen táncoltak. Nekem nagyon tetszett, az is tetszett, amikor énekeltek.